Másképp számoltak eddig a társasházakban, ahol saját kazán úgynevezett házközponti fűtés biztosítja a meleget. A lakók része csalódott alig egy hónapja, miután kiderült kevesebbre számíthatnak, mint mások a 12 ezer forintos rezsicsökkentésből. Konkrétan számszerűen megjelent, hogy 1600 forint lesz egy adott lakásra nézve. Az ilyen lakóközösség tagjai eddig legfeljebb 120 ezer forinton osztozhattak, vagyis egy 130 lakásos társasház lakóinak kevesebb, mint 1000 forint járt volna vissza fejenként. Van ilyen a gyakorlatunkban, hogy a 120 forintos tám egyszerű támogatást 130 felé kell osztanunk, mert 130 lakáson a társasházban. Mostantól mindenkinek 12 ezer forint jár, a 10-20 lakásosnál nagyobb társasházakban is. Így jelentette be tegnap a Fidesz alelnöke a változtatást, amelyről a választás előtti utolsó ülésén döntött a kormány. A különbözetet a társasháznak külön kell majd kérnie ezt május végéig igényelhetik a most megjelent rendelet szerint forma nyomtatványon, amelyet legkésőbb jövőkeddig elérhetővé kell tennie az állami közműszolgáltatónak. Téli rezsicsökkentés 12 ezer forintos támogatását minden magyar háztartás megkapja, attól függetlenül, hogy ezek a háztartások társasházban vannak, családi otthonok, vagy egyáltalán szénnel, gázzal, vagy fával fűtenek. Német Szilárd szerint 298 olyan településen 29 ezer háztartás él, ahol se gáz, se távhőszolgáltatás nincs, vagyis szerinte fával vagy szénnel fűtenek. Az új rendelet értelmében már nekik is jár 12 forint, ők egyszeri tüzelőanyag támogatásként kapják majd meg, amelynek szétosztását a helyi önkormányzatokra bízza a kormány.